Talán már látták azt a videót, ami Vadai Ágnesről terjed az interneten, és amit egyébként Gyurcsány Ferenc posztolt először, de hogyha nem, akkor most megmutatjuk, és utána beszélgetünk a főszereplő rocker nővel, Vadai Ágnessel. Jó reggelt kívánok! Élvezte a forgatást, ha jól láttam. Újdonság volt, különösen azért, mert ez a... Lássuk be, ez a sötét magenta szint, az nem az én... Pedig pont akartam kérdezni, hogy ennyire szereti a rózsaszín, mert ezt nem néztem. Nem annyira az én színvilágom, de valóban élveztem a forgatást, meg azt az egész délelőttet. És mi a fene ez az egész? Ez leginkább a Demokratikus Koalíció február 21-i szombati kongresszusán fog kiderülni. Arról szól, ez a jön, ez erre vonatkozik? Nem magáról a kongresszusról szól, de ott azon a kongresszuson, a szombaton tartunk tisztújító és egyébként stratégia meghatározó kongresszus, ott fog kiderülni az, hogy mi is ez a... És valami jön, vagy valaki jön? Jön. Aha, tehát mi se fogunk sokat megtudni ma reggel, azért én hagyj próbálkozzam még egy kicsit. Jelent-e valamit, hogy Gyurcsány Ferenc osztotta meg először ezt a videót? Ő a Demokratikus Koalíció elnöke, aztán szerencsére, ahogy láttuk, elég gyorsan elterjedt az interneten ez a videó. Lássuk be, hogy a magyar politikában nagyon sokszor komolyak, és még többször azt gondolom, hogy komorak vagyunk. És ok is van rá, hogy legyünk komorak. Ez a videó egy kicsit más oldalamat mutatja meg. Nem mindig vagyok én annyira komoly, és nem mindig iszlám államról, vagy titkosszolgáltról, vagy tekről beszélgetek én. Szokott egyébként is gitározni punk zenekarban fellépni? Nem, semmiképpen nem. Annyira azért nem vagyok zenei tehetség. Egy-két akkordot persze le tudok fogni, és azért nem tudom, hogy nagyon muszáj, akkor elbírom. Ez kétségtelen egy fontos üzenete a magyar választóknak, hogy Vadai Ágnesnek van egy laza bulis arca is. Ez beleilleszkedik abba egyébként, ha emlékeznek, hogy decemberben például a pártelnöke DJ-nek állt, és hát a média is úgy értékelte. Nem csak Vadai Ágnes tud laza lenni, hanem Gyurcsány Ferenc is, és a DK is. De azért a magyar politikai életben, ha már említette, hogy mi az, amivel ott szembenézünk, hát azzal is önök nyilván minden nap szembenéznek, hogy sokat vitatkoznak arról, hogy Gyurcsány Ferencnek ott van a helye, vagy nincs ott a helye, hogy jobban tenné, ha háttérbe vonulna, vagy nem tenné jól. Ehhez képest érdekes, hogy egy ilyen szövegű számot posztol, talán nem véletlen, ugye ez a Clash nevű punk zenekar száma, de a szövege, ami el is hangzik a videóban, ez a Should I stay or should I go, menjek vagy maradjak, ez akkor kire vonatkozik? Nagyon sok verzióját olvastam egyébként annak, hogy mit is jelent ez a videó. Sokan sokféle dolgot láttak bele. Nagyon örülök, hogy egyébként ennyire e tekintetben inspiráló volt. Akár az, hogy hát kicsit rokkosabban néztem ki, akár maga a zene. Egy dolog egészen biztos, hogy Gyurcsány Ferenc nélkül azt gondolom, hogy sem a demokratikus ellenzék, sem a magyar politikai élet nem képzelhető el, teljesen nyilvánvaló, hogy ő ott van. Tehát nem rá vonatkozik a kérdés. És meghatározó politikusa, még egyszer mondom, nem csak a demokratikus ellenzéknek, hanem Magyarországnak is. Akkor magára vonatkoztatja ezt a kérdést? Mégiscsak ön tette föl. Ki az, aki menjen vagy maradjon? Február 21-én egészen biztosan önök is tudósítanak, hogy fognak a Demokratikus Koalíció kongresszusáról. Ott ki fog derülni, hogy jön, és ki vagy milyen. Ki jön és ki menjen. Bár ki, mondjuk feltételezem, hogy utóbbit talán a kormánynak kívánják, hogy menjenek. Lesz-e több videó még addig? Igen, ez egy sorozat, egészen péntekig a pár több meghatározó politikusa is részt fog venni ebben. Azt mondja a szerkesztő kollégám, hogy kaptunk egyébként ebből egy következőt, még én se láttam, de meg tudjuk mutatni, úgyhogy önök is most velünk együtt látják először. Ha mindenki gitározni fog?
Akkor már most látták, az ATV nézői voltak az elsők, akik láthatták a következő videót, ahol Molnár Csaba, a lányok társam, gitározott sokkal nagyobb tehetséggel, mert ő tud gitározni, mint... Hát, azt nem tudom, de egyébként lehet mármint, hogy, ki hogy mutatott ebben a szerepkörben, de például erről lehetne majd szavazást rendezni a honlapjukon, hogy kinek áll a legjobban a figura. Nem fogunk szavazni, lesz több videó is. Még egyszer mondom, a szombati kongresszusunkon mindenki fog derülni. Hát... Nagyon fel vagyunk csigázva, de beszéljünk azért a Putyin látogatásról is, ha már itt van, és nem is olyan régen azért találkoztunk ugyanígy reggel itt a Startban, mert Angela Merkel látogatása után nagyon komoly bírálatokat fogalmazott meg a tech munkájával kapcsolatban, úgyhogy ezzel kezdeném most is, mert eddig erről nem hallottam, hogy a tegnapi látogatáson történtek-e hasonló hibák az önök véleménye szerint. Most hogy szerepeltetek? Alapvetően és összességben azt lehet mondani, hogy az egész látogatás egy hatalmas politikai hiba volt. Azon belül, hogy a TEK már mit csinált, az azt gondolom, hogy már szinte egy mellékes szál, hiszen az, hogy az elmúlt hónapokban lényegében nem volt olyan Európai Uniós ország, amelyik fogadta volna az orosz elnököt, vagy amelyiknek a vezetője elment volna tárgyalni az orosz elnökkel egyébként az ukrán konfliktuson túli témákról, és elsőként Orbán Viktor törte meg ezt a tulajdonképpeni moratóriumon. Ez egy elképesztő politikai, nem is baki, hanem hiba, alapvetően meghatározza a következő időszakban Magyarország sorsát. Ehhez képest az, hogy egyébként a város tulajdonképpen lezárták, és mozogni nem lehetett, tehát ez már egy ilyen mellékes szál. Hozzáteszem, hogy Angela Merkel esetében megérte talán az ár, hiszen mégiscsak az Európai Unió egy meghatározó országának vezetője volt itt. Jelen helyzetben semmiféle ára nem ért meg a város lezárása. A TK közleményben úgy fogalmaz, hogy elárulta Európát és Magyarországot Orbán Viktor. Ez a hazaárulózás esete? Nézd, az Európai Bizottság már is világosan, sőt még tegnap világosan reagált ebben az ügyben, hiszen az energiaügyekkel foglalkozó biztos azt mondta, hogy hát nekik, az Európai Bizottságnak is ott kellene lenni azokon a tárgyalásokon, ahol a magyar-orosz gázszállításról van szó, hiszen az Európai Unió ebben az ügyben egységesen szeretne föllépni, pont azért, hogy Oroszország ne alkalmazhassa az oszd meg és uralkodj elvét. Érthetetlen, hogy miért volt erre az egészre szükség. Pontosan akkor, amikor valójában semmiféle meghatározó szerződést nem írtak alá, arról nem is beszélve, hogy... Hát arról sok szó esett már előtte, és aztán bejelentették utána is, hogy ezt a hosszú távú gázszerződést, ezt nagyon gyorsan rendbe kell rakni, igen. És ez most meg is történt. Igen, de tulajdonképpen nem nagyon látjuk azt, hogy azon kívül, hogy ott üldögéltek a megkésett találkozó után, meg az elhúzódott találkozó után, és valakik ott aláírogattak valamit, hogy tulajdonképpen mi is ennek az üzenete. Egészen pontosan látjuk, az üzenet az, hogy világos választása van a mostani magyar kormánynak értékügyben, ez pedig az a világ, amit Putyin képvisel. Miközben a magyar lakosság, és éppen itt előttem hangzott el, értékválasztása pedig világos, a nyugati világ. Na most nem lehet ezt csinálni. Nem lehet azt csinálni, hogy hétfőn fogadjuk Merkelt, parolázunk ott, egy kicsit beszélünk az illiberális demokráciáról, elviseljük azt, hogy a kancellár az kicsit furcsán és csúnyán néz, majd kedden megfogadjuk egyébként annak az Oroszországnak a vezetőjét, akinek hát mondjuk hatalmas a felelőssége abban a konfliktusban, ami pont a Tőszomszédságban zajlik, és ahol egyébként a magyar kisebbség is érintett és veszélyeztetett. Szóval... De jól értem, hogy ebből az alkalomból önök most lehazárulózták Orbán Viktort? Nem azt mondtuk, hogy hazárul. Azt mondja, hogy elárulta Magyarországot, akkor az mi? Elárulta azokat az értékeket, és mindazt a politikát és, hogy mondjam, alaperkölcsi szabályozást, ami 1989 óta meghatározta Magyarországot és Magyarország demokratikus alapjait. Hozzáteszem, Orbán Viktor elárulta saját 89-es önmagát is, mert akkor még egészen máshogyan beszélt, de elárulta a 98-as önmagát is, hiszen amikor először kormányra került, akkor nagyon jól emlékszem arra, hogy például azért nem lehetett orosz haditechnikát vásárolni, mert a miniszterelnök egy honvédségi feladatszabó értekezleten világosra tette, hogy már pedig ide az oroszok nem tehetik be a lábukat. Most meg azt látjuk, hogy nem haditechnikát
Pakra költünk, hanem ennél még egy fokkal veszélyes üzemre, Paks kapcsán, Paksra, ahol hát az oroszok lényegében teljes befolyással bírnak. Csak hogy eredetileg Gyurcsány Ferenc kezdett nyitni Oroszország és konkrétan Vlagyimir Putyin felé, és a paksi bővítést is az MSZP helyezte először kilátásba. Hát ugye az már hány éve is volt? Az önök politikai múltjához ettől még hozzá tartozik? De persze, nem azt akarom mondani, hogy nem tartozik hozzá. Sok-sok évvel ezelőtt, ezért Vlagyimir Putyin megítélése mind Oroszországban, mind a civil világban, mind a demokratikus nyugati világban egészen más volt. Valóban Paks kérdésével foglalkoztunk, de aláírtunk mi bármilyen titkos szerződést? Aláírt az akkori Gyurcsány kormány bármilyen pénzügyi megállapodást olyanokkal, akiknek a személye legalábbis problémás. Talán ön is tudja, vagy olvasta, hogy vannak olyan személyek az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok kitiltási listáján, akik tevékenyen részt vesznek most a paksi bővítés finanszírozásában. Na, ezek a kérdések, amikkel azt gondolom, hogy alapvetően az országgyűlésnek foglalkoznia kellene, nem pedig, ilyen parolázós, mosolygós módon kell ezt az ügyet kezelni. Köszönöm szépen, hogy elmondta az álláspontjukat, még akkor is, ha a videóról nem tudtunk meg többet. Majd akkor kövessék figyelemmel a Demokratikus Koalíció Gyurcsány Ferenc és a DK politikusainak Facebook oldalát, és akkor a hétvégén DK mindenki kongresszusát. Köszönöm szépen. Viszontlátásra.